Oh no! Oh no! Miért? Hát már megint egy olyan pálya, amin egy csomószor kell meghalnom. Bizony, ez egy olyan pálya, amin egy csomószor kell meghalnom. Mert ez itt the ways to die, vagy valami ilyesmi. A lényeg az, hogy Dan Pixel készítette nekünk ezt a pályát, hogyha minden igaz, és nagyon aranyosan, kedvesen fordul utánam, és követ azzal a szép tekintetével, amilyen van, és ezzel a 3D-s haja. Már meg ne haragudj. Hoho, bocs, hogy megszakítom itt a videót. Ez most itt ugyanis egy szponzorblokk. Nincsen jó gépet, csak egy macskát. Eleged van már abból, hogy a régi számítógépeden nem futnak el olyan menő játékok, mint a GTA 5, Call of Duty, Far Cry, vagy csak simán a Fortnite vagy a Minecraft. Erre kínál egy csodálatos megoldást, a Boosteroid. Ehhez nincsen másra szükséged, csak egy klaviatúrára, egy egérre, vagy egy kontrollerre, és természetesen egy nagyon jó internet kapcsolatra. Szóval nincsen más dolgod, mint beírod a böngésződbe, hogy www.boosteroid.com. Itt aztán nincsen más dolgod, mint beregisztrálni és kiválasztani a számodra a legoptimálisabb előfizetési módot. Ezek között választhatod, hogy te egy hónapra szeretnéd kipróbálni, 3 hónapra, fél évre, vagy esetleg 1 évre. Ha megvagy az előfizetéssel, játszhatsz 50 darab ingyenes játékkal és 150 fizetőssel. A paletta folyamatosan bővül természetesen. Szóval, hogyha felkeltette neked az érdeklődésedet a Boosteroid, akkor lesd meg a leírást, ugyanis ott lesz elérhető a link. Ne felejtsétek el www.boosteroid.com, és mehet a játék. Na vissza a videóhoz! Hát akkor nézzük meg, hogy igazából miből is élünk. Kezdjük is el magát a pályát. Ugye ez a Ways to Die. Az a lényeg, hogy minél többször kell meghalnunk. Facsákány. Istenem, de utálom ezt, oké, a másik az az, hogy itt van egy... Oké, nem tudok mindent kiütni, csak ezt. Hát gondolom az első, hogyha itt úgyis fel vannak sorolva amúgy a blokkok, akkor valószínűleg az első dolog az az lesz, hogy készítenem kell egy úgynevezett vascsákányt. Vascsákányhoz pedig nem kéne más. Ezt miért? Ezt menjen már innen el, légy szíves. Majd, hogyha hívlak, akkor jöhet. Na, vascsákányhoz pedig nem kéne más, mint egy kőcsákány. Kőcsákányból ütünk vasacskát. Meg egy kis szernecskét. Kettő elég is lesz. Bepöffintjük azt a gáztűzhelyet, és akkor még... kérünk magunknak pálcát. Amúgy érdekes, ez gyanús nekem. Gyanús nekem, hogy ide vannak téve a cuccok. Na álljunk meg egy szóra. Itt valószínűleg nem is vas csákányt kell csinálni, hiszen azzal nem tudok más kiütni. Nos, ide valószínűleg egy vödörvész. De amúgy van tippünk, úgyhogy nem kell aggódni, srácok. Valószínűleg mutatom a megoldást. Zsidav mutatja. Mutatja, ezzel is le lehet tenni bárhol. Mutatom a megoldást. Vízbe fullasztjuk magunkat! Ez egy ilyen szokványos hajmegpálya, tehát hogy ez valamiért az összesbe benne van eddig. És paf! Na végre. Level 2. Level 2-n vannak itt nekünk a gyönyörűséges lámáink. Van még itt nekünk cucc, meg ott még benn, mint hogyha, meg itt is van egy ládika, ebben nincsen semmi. Meg mint hogyha még itt bent láttam volna valamiféle ládikot, hello láma úr. Itt vannak. Aha, ezekben sincsen semmi. Hát figyelj, a lényeg az, hogy elsőre megtaláltam. Láma, nem jössz? Nem jön ki, oké, akkor ő itt marad. Oké, a lényeg az, hogy az biztos kell. Ez biztos kell, és utána a pókszemet még rápöffintjük. Na végre ez már el is készült, és akkor még egyszer ugyanegy idő, amíg a pókszemet is itt nálunk furnak, vágnak, hegesztenek, úgyhogy kénytelen voltam becsukni az ajtókat, ablakokat, mindenket. Amúgy ezt miért ott itta meg? Ezt nem itt szokta a szemközt? Nézzek, így oda teszi. Ez eddig nem így volt, nem? Már volt tapasztalatunk ezekkel a kapcsolatban, na, ezekkel a patikkal kapcsolatban, úgyhogy biztosra vehetjük, hogy nem öl meg. Pff, fúj! Egy láma csula ölt meg! Hello, Mr. Pill! Pill uram, oké, mit tudunk ezzel kiszedni? Nos, igazából... nincs elmondva, úgyhogy én kiszedem most egyelőre ezt. Lehet, hogy Pia bácsinak ez kell. Lehet, hogy szét kéne nézni, hogy amúgy mi fán terem itt a jó idő, és akkor úgy ahhoz képest kitalálni, hogy hogyan tudjuk magunkat megölni, de amúgy... ja, ezzel így nem tudok ide bemenni. Ötlet, van azért ötlet Jade of tarsójába, ami akár még hasznosak is bizonyulhat.
Figyeld, most ugrik a majom a vízbe, hogy vajon igazán volt-e? Ó, da néz! Az ötletes kis zsidafka! A rajzfilmes halál! Tipikus pályadizájn! Tipikus! Szevasz, csirkeöcsém! Hát maga... Ne gyertek már ki! Hát maga mi árad van ide, Kinti Eugene uraság? Oké. Okay. Aha! Itt is értem a logikát. Valószínűsítem. Valószínűleg íves szőket kell csinálni. Gondolom úgy van megcsinálva, hogy azért vissza tudjam majd utána tenni. Tehát nem az van, hogy kiszedem és soha többet nem tudom visszatenni, ugye nem? Ah, vissza tudom tenni, jó van, jól van. De amúgy akkor annyit is csinálhatnék, hogy... Nem biztos, hogy ez a jó megoldás. De figyelj, hát hogyha végül is meghalok. Megoldottam, figyelj, hát végül is ez is egy megoldás, senki nem mondta, hogy... És te mit csinálsz itt, öcsém? Te nem ölsz meg? Pedig ami nem öl meg, az megerősít. Na várjál, álljon meg a menet! Hogyan kéne jó uramat megölni? Jó uram engem nem öl meg. Nem öl meg jó uram. Nem bizony. Kellene valamit kitalálni erre a dologra. Ott van benne csont. Az nem fog kelleni. Aha, jó van, haverunk ott benn maradt. Oké. Okay. Várja, mert ez eddig elég nehéz. Oké, okay, kiszedjük a cseréből ezt a cuccot. Várja, és ez itt mi lehet? Bedobjuk a virágot! Virágot a virágnak! De ez nem kell neki. Na várja, akkor... nem tudom, hát... Nem, ez se jó megoldás. Nem tudom, itt mi lehet a megoldás, mert itt még van egy virág. Ne, hát innen is egy évezred volt, mire ki tudtam jönni. Légy szíves, menjél már távolabb, öcsém, menjél már távolabb. Én arra szeretnék rájönni, hogy az... Na várjunk. És innen hogy... Na, azt hiszem rájöttem a megoldásra, csak oda beestem. És azzal jöttem rá. Ó, de okos volt ez a kis zsédap, kapok is egy kis ibit a fejemre. Amúgy srácok, nektek mennyire jönnek be ezek az ilyen halljunk meg pályák? Tehát, hogyha bejönnek nektek, akkor egy like-ot tudjátok ezt jelezni felém, mert akkor még csinálok hasonló pályákról videót. Ez például speciál, mire jó nekem. Ó, na így akkor, most már értem, mi volt a szisztémának a baja, ugye amikor beestem a zombi miatt, akkor utána átváltottam kreatívra kirepültem, és visszaváltottam Adventure-be, viszont ez a játék, képzeljétek el, hogy nem Adventure-be van, hanem Survivor-be, de látjátok, nem tudok így kijutni semmit. Érdekes, viszont most itt gyakorlatilag Survivor-ben vagyok. Ó, már azt hittem, hogy minden izé lesz. Várjál. Egyelőre kellene nekem... Ja, persze van szerintem. Oké, akkor semmi, akkor elég volt ez. Így kiolvasztjuk, és csinálunk belőle egy pöförészetet. Kell nekem egy vas. Egy darab elég, srác. Egy. Bőven elég. Köszönöm szépen. Oké, ezt ide tesszük, és kész is van a kova. És most csak simán halálra égetem magamat, mint ahogy szoktam tenni ezt az interneten. Túlnyomó rész sokszor. Miből élünk? Te mit akarsz nekem mondani? Nem mondasz nekem semmit, királyság, te vagy a legjobb haver. Van itt egy csomó emerald, gondolom akkor bizniszelni kell vele. Bizniszelni kell, de az is lehet, hogy a TNT-t tudom használni, bár nem véletlenül tudom kijutni az emerald. Lehet, hogy nem véletlen, lehet valamelyik emerald mögött rejt valamilyen kulcsfontosságú dolgot. Azért nekem érdekes kiugrálni, hello? Várjál, ez milyen könyv? Nem írja ki? Láng egy. Még van egy ládikó. Oppá, Rézi Miklós. Oppá. Így kellett. Láng egy. Oké, nagyon jó. És akkor ezt rátesszük az íra, szerintem. És akkor, hogyha minden igaz. Aha. Értem. Robbancs. Ennyi meg egy bambi, rájöttem én a durván jó megoldás jóra. Na nézzük, miből élünk. Alvilági csárkányérc. Nem, alvilágérc csárkány. Úristen, de
Hát ennek tuti elrontották a nevét. Hát ez biztos, hogy nem így van. Valószínűleg itt az kell, hogy kiütöm itt az összes síró obszidiánt, és kicserélem sima obszidiánra, és akkor viszont már be tudom gyújtani, át tudok menni, és minden jóság. De mondjuk ez nem öl meg? Nem, direkt, hát persze. Hát, persze. Persze, hogy megoldották az ilyeneket. Így. Jó, már csak egy van hátra, ezt még itt kicserék. Szerintem ez lesz a megoldás. Nem kell túl bonyolítani, valószínűsítem, hogy ez lesz itt a megoldás. Tudj. Oké. Puty. És akkor menjünk át. És reméljük, ott valami fog történni, ami durván megöl. Hello? Ide kellett jönnöm? Hát akkor meghalok, jó? Ennyi volt! Végül is ez a pályának a lényege. Oké, szóval itt a következő lehet a dolog. Vörös gyapjú, vörös. Mit lehet csinálni? Ágyat. Ágyikót. És ide kell letenni valószínűleg. Ez most a Minecraftnak a zenéje? Szerintem igen durván annak a zenéje. Na mindegy, a lényeg, hogy sikerült. Na most itt a jó kérdés az az, hogy most innentől kezdve csak a pokolban fogunk ténykedni? Viszont ezzel a csonttal simán ki tudom ütni itt a dolgot. Ezt ki kell ütni? Úristen, mi van, hogyha nem? Várj, még mielőtt itt kiütném itt az összes ilyen cuccot, szeretném tudni, hogy itt mi lehet a megoldás. Na várjunk, ez a kicsi gomba, ez meg tud nőni, nem. Fordítva ez. Várjál, és remélem meg tud nőni. Ó! De szép lett a minden itt neki. És ez volt itt a megoldás? De várjál, ez még kevés lesz. Ezek szerintem nem lesz elég ahhoz, hogy én át tudjak menni. Vagy igen? Nagyon idegesít engem ez a zene, úgyhogy én ezt most valahogy szeretném levenni. Oké, a lényeg az, hogy van ilyen gyönyörű fám, ezt nem tudom sehol letenni. De attól még van ilyen gyönyörű fám. Akkor valószínűleg még egyet kiütünk. És akkor elvileg, hogyha ide le tudok ugrani. Oké, innen tovább, és csak bele a lávába. Nem biztos, hogy ez lett volna a megoldása, de én ezt az egy megoldást találtam, ami így jó volt nekem. Ahogy most visszamegyünk az Overworldbe, értem? Oké. Final! Ez az utolsó! Még 20 percesebben vagy az 20 perc... Érted? Szép volt. Ez azt igen. És most? Valószínűleg itt... Ó te, hát ide olyan sírrendszert kéne kiépítenem, hogy ihalja, csuhalja, hadd elhagyja. Hova lett? Ezt nem mondja komolyan! Édes Istenem! Na mindegy, majd lehekkelem. Én úgyis olyan kis hacker vagyok, hacker kifű hacker. Szedjünk a vasat, a vasas kisfiú! Szedem a vasat, ezeken való! Mivel fogom kiégetni, még ezt nem tudom. De a vas az nagyon jó, ha kiégetni csuda volt. Amúgy tényleg nem tudom, mivel fogom kiégetni, mert most egy az, hogy kiszedem, oké. Megcsinálom oda a sinet, lehekkelem a vasutat, leküldöm oda a csillét, és utána felrobbantom magamat. Ez lesz a final. Ez azért jóval egyszerűbb volt, mint eddig bármelyik másik ehhez hasonló ilyen öld meg magad pálya. Tehát mindenre gyakorlatilag 5 perc alatt rájöttem, vagy kellett hozzá egy kis segítség, de alapvetően rá tudtam jönni itt a dolgokra. Hello, kedves fa, leszel az én égetni valóm? Én örülnék neki, hogyha be tudnám veled pöffinteni a kazánt. Mert hány kell számoljuk össze? Tehát 1, 2... Ó, várjál már, ezt ki tudom itt ütni? Nem, gondolom azért, mert le tudok rá tenni. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 darab sínpár kéne nekem. Na most, hogy ezt a 15 darab sínpár... Ó, nőtt ide még egy fal. Hát akkor mégis meg vagyok mentve. Kezdjük el. Oké. Valamiért elfelejtettem, hogy hány sínt is tudok itt csinálni. Na mindegy. Én meg aggódtam. Azt még egy maradt grátisba. Na mindegy, a lényeg az, hogy most kell nekem a sínre való. Na, itt is van, és akkor meghúzzuk most. És akkor gyorsan ide kéne leírni. Na, mész, gyerünk egy kicsi még. Ott is van, terék! Tessék, robbanjon is!
Ennyi volt! És elvileg készen is vagyok! Congratulations! Köszönöm szépen, fajta! Jaj, bocsánat, elnézést kérek! Ways to die! Nem volt azért ez olyan nehéz pálya, na, el kell, hogy mondjam. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm, hogy megtekintettétek ezt a videót, hogyha tetszett, és szeretnétek látni még ilyen meghalok videót, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírás, és ott kaphatóak a menő zsidós cuccok. Köszönöm, hogy itt voltatok, hello!